December 17-én a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán villámszimpóziumot rendeztek az egyetemi és művészeti autonómia múltjáról, jelenéről és kilátásairól. A szűkebb szakmai műhelynek induló esemény széles oktatói és hallgatói érdeklődést váltott ki. Ezért az eredeti helyszínről, a Kari konferenciateremből a résztvevők átköltöztek a BTK legnagyobb előadó termébe, az Auditorium Maximumba, ahol viszont már a közelgő szénszünet miatt lekapcsolták a fűtést. Így a délutáni szekció már újból a konferenciateremben zajlott. A szimpózium spontán fejleményeként végül közös döntés is született. A kulturális és egyetemi közéletben zajló helyi és országos folyamatok aggasztóak számunkra, és ez arra indított engem személy szerint, hogy egyetemi oktatóként kollégáim szakmai véleményét kérjem ki olyan kérdésekben, mint a művészet vagy az egyetem autonómiája. A nap első bölcseleti felét követően a délután folyamán a konkrét cselekvési lehetőségeinkre, formákra próbáltunk rákérdezni. Nagy örömünkre szolgált, hogy a széles oktatói és hallgatói érdeklődés mellett zajló eseményt dékán úr is megtisztelte jelenlétével, és végül, noha ez nem volt kitűzött célunk, az oktatói hálózat szegedi bölcsésztagozata is megalakult. Itt mi a bölcsészeten azzal foglalkozunk, hogy megértsük a megértést. A mai társadalomban semmire nincs nagyobb szükség, mint a megértésre. Úgy gondolom, hogy ezért tudunk dolgozni tulajdonképpen mindenkivel, és nagyon remélem, hogy mindenki akar is velünk dolgozni. Aggódva figyelem és tapasztalom az országszerte zajló folyamatokat, amelyek lényegében véve azt mutatják, hogy politikai megfontolások alapján sajátítanak ki művészeti és kulturális intézményeket és tereket. Sorolni lehetne a példákat a szegedi szabadtéri játékoktól a Magyar Nemzeti Színház ügyén át a független alternatív színházi társulatok pénzügyi ellehetetlenítéséig. A példák közül is kiemelném a Magyar Művészeti Akadémia létrehozását és működését, amely jelenleg úgy tűnik, hogy a központosító hatalom működését példázza, és egyértelműen a politikai ideológiák és a kirekesztés tendenciája felé halad. Félreértés ne essék, én azt gondolom, hogy az államnak szerepet kell vállalnia a kultúra és a művészet támogatásában, de ennek a támogatásnak elsősorban pénzügyi és financiális jellegűnek kell maradnia. Én aggódva tapasztalom azt, hogy egyre inkább politikai ideológiáknak lesz ez a terep is kiszolgáltatott. A művészet szabadságát nagyon gyakran összetévesztik a politikai szabadsággal vagy az egyéni szabadsággal, de a művészet szabadsága nem ebben áll, hanem abban, hogy a művészethez és a műalkotásokhoz bárki szabadon hozzáférhessen, vagyis legyen a művészetnek szabad, nyilvános, diskurzív tere, és bárki értelmezhesse azt a kulturális pluralizmus jegyében szabadon. Röviden összefoglalva, a művészet szabadsága az értelmezés szabadságát jelenti. A kormányért érzett aggodalom vezetett el bennünket tegnap az Audmaxba. A kormány elmagányosodott, és ezt a magányát szerettük volna orvosolni a tegnapi napon. A kormány azért magányosodott el, mert nem egyezteti a döntéseit az érintettekkel, vagy ha egyezteti, akkor nem hallgat az érintettekre, és a következményeket sem vitatja meg velünk. És tegnap annak a módszertanát szerettük volna kidolgozni, hogy hogyan lehetne rávenni a kormányt arra, hogy elfogadja a segítségünket, mert értünk hozzá. Egyeztes, Viktor, neked is jobb lesz. A kormányzati intézkedésekkel kiszivárogtatások az a baj, hogy ellentmondásosak, bizonytalanná teszik a felsőoktatás egészét. Egyik héten van tandi, a másik héten nincs tandi, szóval én azt gondolom, hogy egy hosszú távú stratégiára lenne szükség, 10-15 vagy 20 éves stratégiára, ami ugye független lenne a politikai széljárásoktól, kormányváltásoktól, és ez pedig csak úgy tudna megvalósulni, hogyha szakmai alapon jönne létre.
egy szakmai alapozású stratégia lenne. Most ugye az a baj, hogy a kormányzat nem tárgyal a szakmával, a legfelsőbb képviselőivel, a rektori konferenciával. Meggyőződésünk, hogy az egyetem az nem csak egy állami intézmény, hanem egy közösség, emberek közössége, mégpedig oktatók, kutatók és hallgatóknak a közössége, és egy olyan közösség, amely egy sajátos értékrendet képvisel és jelenít meg ebben a társadalomban. És úgy érezzük, hogy azok a politikai intézkedések, amelyek az elmúlt hetekben születtek, komolyan veszélyeztetik ezt az értékrendet. Azon gondolkodtunk el december 17-én, azon a konferencián, amelyet majdhogy nem spontán módon szerveztünk az Auditorium Maximumban, hogy vajon mi a mi feladatunk, humán értelmiség, illetve az oktatók, bölcsészoktatók feladata abban, hogy ez az értékrend megőrzésre kerüljön ebben az országban. És az igazi dilemmánk az volt, hogy vajon azt kell-e tennünk, mint amit általában teszünk, tovább folytatni azt a diskurzust, azt a beszédmódot különböző konferenciákon, tudományos konferenciákon, vagy egymással folytatott párbeszéd formájában, ami általában egyfajta tanúskodás emellett az értékrend mellett, vagy pedig valami radikálisabb formát kell választanunk. És hát sokat gondolkodtunk ezen a problémán, és a beszélgetéseink oda lyukadtak ki, hogy valójában radikálisabb cselekvésre van szükség, hiszen hogyha most nem csinálunk semmit, akkor attól félünk, hogy ez az értékrend úgy, ahogy van ebben az országban felszámolásra kerül. Ennek lett aztán az eredménye az, hogy a nap végén megalakítottuk az oktatói hálózat szegedi bölcsésztagozatát, és kiadtuk azt a nyilatkozatot, amely jelenleg is olvasható ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az autonómia itt és most politikai kérdés. De ha azt mondom, hogy politikai kérdés, akkor általában az emberekben az fölvetül, hogy most milyen értelemben beszélünk arról, hogy politikai kérdés. És nem gondolom, hogy a politika csak azt jelenthetné, hogy pártpolitika. Sokkal inkább azt gondolom, hogy azzal kell számolnunk, és nem úszhatjuk meg, hogy ezzel ne vessünk számot, hogy minden egyes kijelentésünk egyetemi oktatóként, kutatóként értéktelített, nem egy értéksemleges, egy neutrális térben elhangzó mondat, vagyis ha akarjuk, ha nem, mindegyiknek van valamiféle súlya, nehézkedése, és hogyha ezzel nem vetünk számot, akkor saját magunk ellen lépünk. Tehát sokkal jobban járunk, különösen ebben a mostani adott helyzetben, hogyha átgondoljuk, hogy mik azok az értékek, ami mentén mi szerveződni szeretnénk, és nem kell azt gondolni, hogy akkor, ha azt mondom, hogy a tudásnak van politikai vetülete, hogy az a politikum kérdése is, hogy akkor én már is szükségképpen valamelyik párt politikájának az értékrendjébe, az elképzeléseibe álltam be, sőt, akkor azt gondolom, hogy akkor tudjuk igazán megfogalmazni magunknak, hogy mi merre akarunk menni, mi mit szeretnénk, és akkor tudunk tárgyaló partnerei lenni azoknak, akik egyébként meg a munkamegosztás révén a döntéshozók szerepében vannak. Társadalmi felelősségünk tudatában és a szegedi Auditorium Maximum 1956-os és 1988-as hagyományait vállalva a mai napon megalakítjuk az Oktatói Hálózat szegedi bölcsésztagozatát. Az OHA szegedi bölcsésztagozata egyetért a hallgatói érdekképviseletek által megfogalmazott 5+1 ponttal, és a kölcsönös együttműködésben bízva támogatásunkról biztosítjuk a felsőoktatásra vonatkozó hallgatói törekvéseket. A kulturális értékek iránt felelősséget érző közösségként növekvő aggodalommal figyeljük a helyi és országos kulturális élet értékteremtő helyszíneinek politikai kisajátítását, valamint az oktatási intézmények, általános iskolák, középiskolák, egyetemek központosítását. Egyetemi oktatókként különösen aggaszt bennünket a felelőtlen és kiszámíthatatlan kormányzati kommunikáció és döntéshozatali mechanizmus által teremtett bizonytalanság és értékvesztés a felsőoktatásban. Az oktatói és kutatói szakma képviselőiként tiltakozunk a humán tudományok és a kritikai gondolkodás elsorvasztása és lejáratása ellen, amit csak a kritikai elemzésektől szorongó hatalom gesztusaként tudunk értelmezni. Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Auditorium Maximum Szeged,
2012. december 17.